sziasztok! Ebben a kis videóban a Photoderm Mineral készítményünk alkalmazási területeit szeretném megosztani veletek. Sokszor számolunk be a készítményeink között kémiai szűrős termékekről és fizikai szűrős termékekről. A kémiai szűrős termékek beszívódnak, és a bőr belsejében nyelik el a káros UV-sugarakat. Ezzel ellentétesen a fizikai szűrők nagy molekulájuknak köszönhetően a bőr felszínén maradva verik vissza az ártalmas UV-sugarakat. A Photoderm Mineral azoknak a pácienseknek nyújt kiváló megoldást, akik a kémiai szűrőre allergiát mutatnak. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy a páciensek gyártótól függetlenül arra panaszkodnak, hogy kellemetlen érzet fölvinni a készítményt, viszket tőle a bőrük, picikét hólyagosabbá válik, valószínűsíthetően a kémiai szűrőre allergiát mutatnak. Ebben az esetben alkalmazható fizikai szűrős készítmény, jelen esetben a Photoderm Mineral. Valamint atópiás dermatitiszben szenvedő pácienseknél, gyermekeknél, felnőtteknél, amikor nyári időszakban kicsúcsosodik az atópia köszönhetően a klóros víznek és az izzadásnak, kellemetlen lehet fölvinni egy kémiai szűrős terméket, ilyenkor szoktuk javasolni a Photoderm Mineral alkalmazását. Emellett csecsemőknek szoktuk javasolni, hiszen az anyukák nagyon odafigyelnek a biztonságos fényvédelemre, és hiszen a csecseméknek nagyon áteresztő még a bőre, szorítkozunk inkább a bőr felszínén védelmet biztosító fényvédők alkalmazására. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szervusztok!